azt az utána járok, mert elvére letöltöttem a netről egy Crashfix nevezeti fájt, ami konkrétan a Command & Conquer Red Alert 3-hoz tartozik. Most arra vagyok kíváncsi, hogy gyerek, most nem raktam még fel konkrétan. Most gyerek, most megnézzük. Szerintem így ki fog crashelni a játék, de utána megnézem. Utána azt feltelepítem hozzá, hogy ahol is ki fogja crashelni, meg nem. De azt elég csinálni kéne, akkor egy mentést. Nem tudjam, hogy kell majd betölteni, kipróbáljuk, hogy onnan is tudom, működik-e majd a játék. Elvileg azt lebombázom, missziót nyert meg tekintés, utána fog összecrashen, ez hamarosan mindig kiderül. Why hell has built base in such lemon for second place? És igen, kikrasselt a játék, akkor most megnézem majd, hogy ahol feltelepítve, hogy működik. Most csak a mégis tartása ér, megmutattam, hogy honnan szedtem le, hogy utána még nagyon mutatom, hogy felteszem, hogy utána kíváncsi leszek, hogy el is fogja indulni. Most konkrétan be van írva, hogy mit tudom én, Command & Conquer Red Alert 3 a játék mentésére voltam én kíváncsi letölteni, de itt találtam ezt a videót, hogy Red Alert 3 kampány Crashfix. Most konkrétan még egyelőre nem telepítettem fel, tehát csak mondtam, hogy innen szedtem le. Nem most, nem a videó azt mutatja meg egyébként, hogy lehet ezt feltelepíteni, akinek nem menne a dolog. Egy Help Test nevezeti csatornán az egyik videó ez. Tehát mondjuk a leírásban megtalálható, azt el kell kattintani a linkre, ezt a media fájlest. És rákattintasz, úgyhogy egy duplán kattintottam. És elvileg utána ezt a 14,96 megabajtos fájt, ami 2010-ben volt feltöltve, elben úgyhogy ára az egy dolog, de letöltve kell bemásolni a megfelelő helyre. A videóban mutatva van egyébként, hogy az akinek nem lenne tisztos, hogy ezt hogy történik. Na most, majd lássuk akkor mi állunk ki. Elvileg, amit letöltöttünk fájt, itt van a Crashfix, megnyitjuk. Most tudni lényegtelen. Itt rákattintjuk az extractor-t, azt hiszem kicsomagolás, hogy hova akarom. Kiválasztom nekem, pont az asztalra tegye dolgot, de tényleg, hogy oké. Okay. Most ezt az anyagban, amely itt már megcsináltam, hogy oldalt megjelenik egy mappában, nektek jönjük ki kéne másolja az asztalra. Ezt
Utána ezt be lehetne zárni. Semmi lényeges most. Elvileg a következő alkalomra meg kell keresni a... Ezen rákattintok itt, megkeresik, hogy hol van feltelepítve a játék. Elvileg a... Most a C meghajtón van, programfájlot, mit tudom, X64, azon belül a Electronic Arts Red Alert 3. Tehát megnyitjuk a Crackfix mappát, melyre bípünk. Na most kijelöljük a, itten az alsó kivéve, mert az egy code generátor egyébként, ami telepítéshez kell a játékhoz. Jobb egérgon kattintás, hogy másolás, rá viszik ide a másikra. Megint egy jobb egér kattintás és beélesztés. Most kérdezi, hogy mit akarsz, másolás vagy csere, így tegye ezt a következő két ütközéskor, igen, hogy másolja. Kiválasztás. Igen, a jelenleg összes esetében igen. És elvileg akkor felmásolja mindet folytatásként, igen. Most így szültem a videóban, amit néztem, vagy az csak angol verzióban, hogy az mit tudom mi. És elvileg felmásolta mindent, ami a Crackfix faktában van. A következő lépés, hogy bezárjuk. Mind a kettő, lényegtelen nem kellett volna az egyiket. Na most elvileg, hogyha program megcsinált, azt nem kellett volna bezárni, mert most úgy ki kell keresnem, hogy hol telepítettem a játékot. Magamat szivattam meg. Most elvileg újra kell crackelni a játékot. Ez esetben nálam, mert nekem nem gyárilag van meg. Szóval most van, ja, saját gépök, most nekem most lemezre van kiírva, az arra, de én megnyitom a Cracket, könyvtár, az engem most van, Tommy, oké, bejövjük a Cracket-be, szintén ki kell megint jelölni a, ezeket a fájlokat, eddig egyszerű módszer lenne, hogyha megint ugyanazt játszám, hogy mint az előbb a Crackfix-nél, hogy kijelölöm, kibontás, hova, az asztalra, azt akkor csinál egy mappát, nem kell nekem így kilogni vele, ami ott fog majd megjelenni elviekben, ha csak nem egyet jelöltem ki. Ja, megcsinálom még egyszer a biztonságkedvű törlés, igen. Kijelölöm mind a négyet, kibontás hova, kiválasztom az asztalt, hogy neki egy kerekek az ófú megjelenni. Bezállottam nyugodtan, legalábbis ezt jöttem meg a videóból, amit visszanéztem. Na most, azt mondja, hogy ez bezállottam elvileg. Most meg kéne nyitni a, ahol felmásoltam a játék, vagy ahol telepítve van a játék. Már megint rossz nyomon járok. Itt a dön-dön-dön-dön-dön-dön, Electronic Arts Red Alert 3. Most a DAP-tannak ezt meg a tartalmát kéne, ha jól érzékeltem ezek mindegyiket. Felmásolni.
azonosulás. Nagyon a beélesztés. Másodás és csere. Most kéne megnézni az, hogy játék közben mit mutat. Na, ismételten belépve a játékban, lássuk akkor a hadjáratokat, hogy tudom, hogy folytatni a mentett játékállástól. Ami konkrétan a 14-es volt. Tovább megy a játék, akkor jól vagyok. Ha nem, akkor most jöhet a második B-verzió, amit korábban akartam. A játékmentést kell beéleszteni a játékba. Kicsit gyors, hogy a játék menete. Utasítom, hogy talán alpa esnek, mert egy kicsit gyorsabb, hogy történjen a dolog. Why allies built base in such lemon for second place? Any base detected. What do you think of Marshikot? I have something for them. Láttam, hogy felkaptál egy csomót vele, de mégsem viszed arrébb azokat a kis kés ráját. Detected. Ah, lesz egy kíváncsi. Elvált az újítás, nem más, mert megint akkor. Ha ez nem válik, akkor a játék ment is. Nem tudom, miért álltál meg a kirőjavjaiddal. Ó, ezt a csillagosat bekapjuk pillanat alatt, amit. Nem is, hogy én nem várok meg a kirofajóimmal. Thank you.
csak arra lényeket kezdett. Lebontamok, elvileg teljesített a misszió. Átkozott a videó, utána meg. It is good to know I can rely on you. Look what we have here. We destroy the Allies and kill the traitor, all in the same day. We've had some good times, my friend. Perhaps one day we will again work together. And you can meet, you know? Lieutenant. Ah, oh, let's go, Jolas. Meg két a győzelem. Jó, akkor élet meg oldal. Máskülönben akkor a... Ta, melyik is? Még én alapon akkor a... Azt hiszem ez a harmadik missziót vagy, ez negyedik. Ötödik vagy a hatodik, nem tudom, de a Van Helsinget a szovjetes pályán nem lehetne akkor végigvinni, mert mindig kellett meg vinni hozzá nekem. Ugyanígy azt hiszem a szövetségeseknél a harmadik is, illetve a be is már, ha fel kell egy nap, annak a harmadik pályát szintén nem lehet még végigvinni. Foglaltak ebben a megoldással működött. Most szerintem a videóhoz hozzá lesz a közelebbi a villesztőbe, vagy a legutóbb, mert befejeztünk kampányt, nem van mindent megoldani. Csak ennyit akartam, úgyhogy sziasztok. Jó, szerintem megy, de...